Köszöntöm tudományos magazinunk nézőit! Szegedi oktatáskutatók a világ élmezőnyében. Dizájner drogokról az agykutatás hetén. Új kezelés a pikkely sömörre. Számológépek az agórában. Ezek mai témáink. Minden idők legrészletesebb tartalomfejlesztését valósította meg a matematika, az olvasás szövegértés és a természettudományok területén az STE oktatáselméleti kutatócsoportja. A több mint 1000 minta feladatot tartalmazó könyvek a projekt honlapján is elérhetőek. A három új kötetet a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában mutatták be. Ezek több éves munkát zártak le. Az első fázisban kiadtuk a három fő területnek a tartalmi kereteit, magyarul és angolul, és most már 5 év munkáját beépítve újra kidolgoztuk részletesebben a tartalmi kereteket, és azt újabb könyvekbe adtuk közre. Szegedi kutatók mutattak rá, hogy az olvasás szövegértés kulcsfontosságú a gyermekek tanulmányi eredményessége szempontjából. Minél precízebben tudjuk felmérni tudásuk szintjét, annál pontosabb fejlesztő programokat tudunk kidolgozni. Próbálkozunk néha vaktában, vannak kidolgozott fejlesztő programok is. Az elméleti rész azt mondhatjuk, hogy nagyon nehezen jelenik meg a gyakorlatban, tehát hogyha a kutatások valamit igazolnak, bizonyítanak, ahhoz Magyarországon is el kell telni időnek, míg megjelenik a tankönyvekben ez, illetve az osztálytermekben. Hát ezen dolgozunk, hogy ez az idő minél rövidebb legyen, és hogy a magyar gyerekek világszínvonalú definíciók alapján és nagyon korszerűen megalkotott oktatási programban vehessenek részt. A betűfelismerés és az olvasás megtanulásának fő ideje az alsó tagozat. Ám az erre való felkészítést már az óvodában el kell kezdeni. A régi beidegződések szerint a 4. osztály végén véget ér az olvasás tanítás. Ha így teszünk, akkor a PISA vizsgálatokkal, majd a 15 éves gyerekekkel nem lesznek jók az eredmények. Tehát egy egész oktatási rendszeren áttartó, illetve húzódó szövegértés fejlesztési koncepcióval kell, hogy fölépjünk, és nem csak a szövegértést kell hozzámérni, hanem a közbelső fázisoknak a hatékonyságát is. Ugyancsak szegedi kutatók felismerése, hogy egy 8. diák matematika tudás szintjét jobban meghatározza az, hogy kisiskolásként milyen jól olvas, mint az, hogy hányasa volt matekból. A matematika 1599 óta kirobbanthatatlanul ott van a tantervekben, és most már nagyjából 60 éve nemzetközi mérések és hazai mérések is fejlesztették a módszertanát a mérésnek. Tehát most lépünk át a papírceruza tesztelés korából az online méréseknek a korszakába, és ez az új megjelent könyv, ez elsősorban erről szól. Tehát áttekintjük a matematika legfrissebb kutatási eredményeit, már nem a matematika tudományét, hanem a matematika tanításának a legfrissebb eredményeit, és megkeressük, hogy ez milyen típusú feladatokkal mérhető jól ezen az online platformon. Erről szól a könyv 3 nagy fejezete, mert a matematika a képességfejlesztésnek is egy területe, ugyanakkor alkalmazható tudást várunk tőle, és persze azt, amit a matematikusok matematikaként neveznek, annak tartanak, azt a részét is a tanulóknak el kell sajátítanunk egy olyan szinten, amit az életkori sajátosságaik megengednek. A 6-10 éves gyermekek az absztrakt dolgokat még nehezebben sajátítják el. Náluk életkoruknak megfelelően kell megtervezni a matematika oktatását. Egy élő legenda, Brunner volt az, ő most már 100 évet is betöltötte, ő volt az, aki hangsúlyozta, hogy egész életünk során együtt fejlődik a mozgásba írt tudásunk, tehát a cselekvéssel megszerzett tudás, aztán a képekkel és más érzékszervi ingerekkel megszülető tudásunk, és az absztrakt, szimbolikus tudásunk is. A hangsúlyok változnak, kisiskoláskorban nyilván több a cselekvéses, akár mozgásos és még hanghatással is járó matematikai feladat, később pedig hangsúlyosabb lesz a szimbolikus matematika tudás. Itt például kifejeződik ez azzal, hogy az első 3 év folyamon még meghallgatják a feladatokat, fejhallgatóval is a gyerekek, és később kell már maguknak majd elolvasniuk a feladatot. A természettudományok területén is lehet használni tudásszintmérő teszteket, lehet használni gondolkodási teszteket, és a PISA mérések kapcsán láthattuk, hogy olyan feladatokat is, amelyek inkább a tudás alkalmazhatóságára, a műveltség vizsgálatára vonatkoznak. Tehát ilyen értelemben a matematikához hasonló módon lehet mérni a természettudományt is, az olvasás mérése egy picit más. A papír ceruzáról az online tesztelésre való átállás nem csak formai, de tartalmi újdonságokat is jelent a mérésben. Melyik az a része a matematikának, amit ezzel az új online tesztelési módszerrel nem tudunk jól mérni? Nyilvánvaló körzőt nem fogunk a képernyőbe beleszúrni, tehát a szerkesztések, azoknak a pontossága, kivitelezése az itt most nem kerül majd mérésre,
De ugyanazt lehet mondani, mint amit más területeken, hogy ha jól együtt működik kétféle teszt, és az egyikben nem szerepelnek bizonyos típusú feladatok, akkor mégis azt állítjuk, hogy azok nélkül, a feladatok nélkül is egy újfajta teszt ugyanazt és ugyanolyan jól méri, mint a régebbi. A természettudományok több területet is magukba foglalnak. Mindegyik tantárgyat máshogy kell mérni. Nem feltétlenül egységesen mérik, viszont egységesen gondolkodunk róla, és nagyon sokféle kapcsolat van a természettudományos disziplinák között. Tehát lehet mérni természetesen természettudományt, ugyanakkor szét is lehet ezt bontani. Ez attól függ, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a kérdéshez, hogy disziplinárisan vagy pedig integráltan tanítunk és mérjük ezt a területet. De a természetről való tudás az egy egységes dolog, tehát a végén mindenképpen fontos, hogy egy egységes szemléletmód, egy egységes tudás jönjön létre, tehát ezért is használjuk inkább a természettudomány mérést, kifejezést. A korábbi kutatások szerint a matematika a közvélekedéssel ellentétben nem tartozik a legelutasítottabb tárgyak közé. Sőt, a diákok 5-10%-a kifejezetten szereti. Ám ennél is fontosabb általános megítélése. Körülbelül azt kell eldönteni, hogy melyik az a része a matematikának, ami mindenki számára nem csak hogy alkalmas, hanem megkövetelendő mindenkitől is, és azután, ami az fölött van, azt a tehetséggondozás és a későbbi speciális tanulmányok számára tartsuk fönn. És ezzel talán meghozzuk a többség kedvét is a matematika tanuláshoz. Meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol probléma van, ahol tudáshiány van, és erre célzottan feladatokkal tudunk, tehát ezt célzottan feladatokkal tudjuk fejleszteni. A tesztek kidolgozói nagyon fontosnak tartották, hogy a feladatok életközeliek legyenek. Kifejezetten olyan feladatokat készítettünk, amelyeknek a szövegezése, megjelenése, tartalma a gyerekek életéhez közel áll, tehát nem iskolai lecsupaszított feladatok, ahol csak ott a kérdés és írd ide az eredményt, hanem egy olyan szituációba ágyazott a feladat, ami akár a gyerekkel, vagy épp a családjával, vagy egy kicsit tágabban a mostani életünkben bárkivel megtörténhet. A drog, azon belül is a tudatmódosító szerek, rövid és hosszú távú hatásai, illetve az úgynevezett designer drogok veszélyei volt a fő témája az Agykutatás hetes szegedi programsorozatának. Az egyetem által szervezett rendezvényre nem csak az STE hallgatói kaptak meghívást, a középiskolásokat is várták a szervezők. Amerikában 21 évvel ezelőtt indult útnak az Agykutatás hete programsorozat, melyhez Magyarország 2006-ban, Szeged pedig 2010-ben csatlakozott. Idén már csaknem 60 országban rendezték meg ezt a hetet, melynek fő témája ezúttal a drog volt. Minden évben más előadókat hívunk, tehát sokféle, tehát szeretnénk az agykutatás területéről különböző eredményeket bemutatni. Korábbi években például olyan előadások is voltak, mint a zene hatása az agyműködésre, vagy a férfi és a női agy működése közötti különbségek. Idén ezt a két témát választottuk, részben kicsit a középiskolás korosztályra célozva, hiszen a legveszélyeztetettebbek a 14-18 év közötti fiatalok. A designer drogok felismerése az egyik legnehezebb feladat, mivel napról napra változik a paletta, fogalmaznak a szakemberek. Egyre több szer van, egyre újabb fajták jelennek meg, és tulajdonképpen aki ezeket megvásárolja, akár interneten, akár bármilyen buliban vagy egyéb módon, nem igazán tudja, hogy mit vett meg. Tehát az, amikor azt mondja valaki, hogy ő biofüvet, kristályt, vagy ezeket a használatos elnevezéseket, amiket használnak, hogy ezt vett, ez nem jelenti azt, hogy tudjuk, mi van benne. Tehát amíg régebben tudtuk, hogy ha valaki jointot szívott, akkor az mi volt, hatóanyag szinten kémiailag, addig most ezek abszolút csak hozzávetőleges nevezéktanok, és azt, hogy tényleg mi van benne, az mennyire veszélyes, vagy milyen dózisban mit okoz, ezt se a fogyasztó nem tudja, se a dealer nem tudja. Mi se nagyon tudjuk, hiszen ezek nem úgy kerülnek be az országba, vagy nem úgy kerülnek forgalomba, mint egy rendes gyógyszer, amit előtte 20 évig kísérleteznek, és minden hatást, mellékhatást, bomlást tudunk, hanem egy ilyen vakrepülés az, hogy mit is okoz, hogy is okoz. Magunk is hát elég sokat bújjuk azokat a
fórumokat, ahol drogosok egymással osztanak meg élményeket erről, hogy legalább valami klinikai információt szerezünk, és valami adatbázist össze tudjunk gyűjteni. A szintetikus tudatmódosítószerek azért rendkívül veszélyesek, mert olcsón és könnyen beszerezhetőek, miközben hatásukat sem a terjesztők, sem a felhasználók nem ismerik. Erősen fejlődik a fogyasztás. Itt már az jól látszik, hogy az elmúlt években arányaiban megfordult az aránya hagyományos kábítószerek és a designer drogok fogyasztása között, és most már többségében a designer drog fogyasztás az, amit mi tetten érünk a méréseink alapján. És ami miatt óriásian gyors a terjedés, és ez egy nagyon szomorú jelenség, hogy bizonyos szerek annyira olcsóvá váltak, hogy praktikusan olcsóbb, mint az alkohol. Tehát a legszegényebb embereknek, illetőleg a legfiatalabb, alacsony zseppénzű tinédzsereknek is praktikusan hozzáférhetővé válnak a designer drogok, mert annyira olcsón lehet hozzáférni, és ez egy nagyon riasztó jelenség, hiszen az összes többi egyébként önmagában káros, de talán nem ennyire veszélyes szenvedélyt le tudja váltani ez a fajta függőség, amit ezek a szerek okoznak. A szegedi kutatók a nemzetközi szervezetekkel együttműködve közös adatbázist hoztak létre, hogy így vegyék fel a harcot az emberi elme legnagyobb pusztítójával szemben. Az, hogy egy tudatmódosító szer mitől számít designer drognak, és némelyikük miért veszélyesebb, mint a marihuána vagy a kokain, szintén kiderült a szegedi előadáson. Alapvetően ez a lényege a designereknek, hogy egy legtöbbször természetes alaphatóanyagot kémiailag egy picit módosítanak, egy-egy speciális kémiai vegyületet hozzáadnak, picit megvariálják. Ezzel a jog vagy a törvény szempontjából ugye már mindjárt nem az eredeti hatóanyag, azt gondolják, hogy ezért legális. Most már ez sem igaz, mert most már hatóanyag csoportok kerülnek szabályozás alá. Viszont ezzel a pici módosítással már szintetikus lesz, tehát ilyen laborban előállítható, ettől ennyire olcsó, hogy nagyüzemileg, gyárilag előállíthatóvá válik. És ami a számunkra vagy a fogyasztók számára a legnagyobb veszélyt és a bajt jelenti, hogy az, hogy egy-egy ilyen pici változtatást csinálnak, az lehet, hogy a hatásban egészen sokszorosan megnöveli a hatás, sokkal veszélyesebb lesz. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet megóvni a gyermekeinket. Mint az élet számos területén, itt is a megelőzés a cél, vagyis azokat az okokat kell időben feltárni, amelyek a drogfogyasztáshoz vezetnek, vallják a szakemberek. A kábítószerek felé fordulás, ugyanúgy, ahogy a dohányzás felé fordulás, vagy az alkohol felé fordulás, az nyilván olyan gyerekeknél, olyan tinédzsereknél fordul elő, akiknek valamiért ez jelenti a menekülést az ő mindennapi életük bánataiból, feszültségeiből. Tehát egy olyan környezetet kell teremteni, amiben, hogyha probléma megoldásra van szükség, akkor nem ezt tekinti eszköznek az a gyerek, hanem tudja azt, hogy hova forduljon szülőktől, barátoktól, hogyan kérjen segítséget. Tehát ez az egyik, hogy magát a környezetet, amiben erre nincs szükség, azt meg lehet tanítani. Nyilván az, hogyha mesélünk nekik a drogokról, ez borzasztóan fontos, de nem elegendő, ettől még nem fognak elfordulni a használattól. Szerencsére azért a klinikus kollégák, az ezzel foglalkozó addiktológus kollégák egyre többet tudnak a hosszú távú veszélyekről és hatásokról, és ennek már azért lehet visszatartó ereje a gyerekekre, a józanságra hajlamos gyerekekre, hogy hosszú távon ne tegyék tönkre magukat, de igazából a védőkörnyezet az az, amelyik a dílerekkel való találkozást próbálja minimalizálni, illetőleg úgy felkészíteni a gyerekeket, hogy úgy menjenek el egy buliba, úgy menjenek el egy diszkóba, úgy menjenek el bárhová szórakozni, hogy ott ők a saját döntéseiket hozzák meg arról, hogy mit akarnak inni vagy nem inni, mennyit akarnak inni vagy nem inni, kivel akarnak táncolni, kivel akarnak partnerkapcsolatot létesíteni, hogy mindenben saját mérlegelt, felelős döntéseik legyenek, és ne legyenek sodorhatók abba, hogy valaki rádumálja őket, hogy próbáljanak ki dolgokat, hanem tudjanak nemet is mondani, hogyha úgy gondolják.
Újfajta összetett kezelést indít a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati klinikája a pikkelysömörben szenvedő betegeknek. A pszoriázis a világ lakosságának 1,5-2%-át érinti. Ezt a betegséget nem lehet meggyógyítani, de a tüneteket lehet enyhíteni, sőt, a betegek teljesen tünetmentessé is válhatnak. Az utóbbi években sok új kezelési eljárás dolgoztak ki, és a klinikán most egy újabb lépést tesznek előre. A pikkelysömörös betegek száma hazánkban elérheti a 200 ezer főt. A pikkelysömör kiváltó okát még nem sikerült feltárni, de valószínű, hogy öröklődik, és a környezeti hatások is közrejátszanak a kialakulásában. A betegség alapvetően két típusra osztható. Az egyik, ami fiatalkorban kezdődik, általában 16-20 éves korban megjelennek az első klinikai tünetek, és ez a fajta pikkelysömör az, ami gyakoribb családi halmozódást mutat. A betegségnek van egy későbbi életkorban kezdődő formája, és ami 60 év körüli embereken jelentkezik. Ebben a betegség csoportban általában nem látunk családi halmozódást. A betegségnek nagyon jellegzetes klinikai tünetei vannak, nagyon gyakran a hajas fejbőrön pikkelyszerű hámlás formájában kezdődnek a tünetek, a beteg sokszor csak annyit észlel, hogy kvázi korpás a fejbőre. Ezt követően szoktak megjelenni általában a végtagoknak a feszítő felszínén, térden, könnyéken, éles határú, pikkelyesen hámló, élénkvörös plakkok. Vannak azonban olyan betegek is, akiknek nem csak kevés könnyéken, térden jelentkező tünetek vannak, hanem gyakorlatilag csak nem az egész testfelszínt beboríthatják ezek a pikkelyesen hámló, élénkvörös gyulladt plakkok. Ez a betegség véglegesen nem gyógyítható, azaz újra előjöhet, vagy elő is jön, és mivel látszik is az emberen, lelkileg is nagy terheket jelent. Több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött, és apró pöttyökkel, piros foltokkal kezdődött a test különböző részein. Legyen az a talptól felfelé egészen a fejbóbig. Először kicsibe, majd nagyobba, még nagyobba is terjedt az egész testen. Természetesen orvostól orvosig jártam, de mivel 30 évvel ezelőtt kezdődött, így akkor még nagyon gyerekcipőbe járt ez a tudomány. Az elején nagyon megnehezíti az ember életét, hogyha nagyon elterjedt az ember testén, akkor egy ember, akinek pikkelysömörre van, az nem elég hozzá. Az orvos tudása mellett a családnak is nagyon nagy szerepe van ebbe, mert bizony el kell tűrje a család azt, hogy a gyereke, a felesége, sőt segítség kell hozzá, mikor az ember kerülcsöket kap és ki kell próbálni. Ugye hát ez nem utcára való feladat, otthon feleséget bizony igénybe veszi, és az egész családot magát az, hogy hát elősegítsék a gyógyulást. A nyáron a 35 fokos melegben is az embernek ugye úgy kell felöltözzön, hogy bizony más ezt nem tudja, hogy a pikkelysömör nem fertőző, élni lehet vele, de kellemetlen ugye, és hát az ember nem mutogatja magát, amikor valami rendenesség van a bőrén. Sajnos. A Szegedi Bőrklinikán naponta 20-25 embert látnak el pikkelysömör miatt. Egy részük visszatérő beteg. Először, amikor valaki nálunk jelentkezik és csak enyhe vagy középsúlyos pikkelysömörre van, akkor elsősorban kenőcsöket kap. Hogyha a kenőcsök már nem használnak, akkor jönnek esetleg a tablettás variációk is. És hogyha mondtam, hogy azok sem használnak, akkor pedig a komolyabb kezeléseket kapja. De ezekkel a kezelésekkel nagyon jól karbantartható a bőre, és teljesen tünetmentessé tehető. És akkor akár vissza is tud menni dolgozni, illetve a munkáját is el tudja látni, és jól érzi magát a bőrében. Általában azokat a betegeket 3 hónapra engedjük el. 3 hónap múlva újból visszajönnek hozzánk, és vagy a kezeléseket tovább kell folytatni, az eddigi jól bevált kezeléseket, vagy pedig esetleg mást állít be az orvos, hogyha ez nem működik olyan jól, nem lett tőle tünetmentes a bőre. Az újabb fajta kezelések között van olyan injekció is, amely bizonyos időszakra tünetmentességet eredményez, és fényterápiával is gyógyítanak. Illés László kezelése már eljutott oda, hogy a számára megfelelő állapotban tudják tartani. Egy injekciót kapok, egy bioinjekciót, saját magam adom be, hetente egy alkalommal, egy 50 millisen. Hiánya van a szervezetemnek
fehérjébe, ezt az injekció pótolja. De hát természetesen el kellett jutni idáig, ugye, hogy az orvosai megtalálják azt a gyógymódot, hogy ami nekem megfelelő, mert ami nekem jó, nem biztos, hogy a másiknak ugyanaz jó. De szerencsére megtalálták. Rengeteg idő is, és sok munka van benne. A Szegedi Bőrgyógyászati Klinikán a pikkelysömörben szenvedőknek újfajta programot indítanak átváltozás néven, amely összetett kezelést jelent. A beteg többféle panaszát is ellátják a rendelésen, anélkül, hogy másik szakemberhez kellene fordulnia. A pikkelysömör egy olyan betegség, amely a betegek életminőségét nagyon súlyosan rontja, hiszen láthatóak a bőrön a jellegzetes klinikai tünetek, amit a betegnek nagyon komoly pszichés problémát okoz. Ezen betegek között sokkal gyakoribb a depresszió. Természetesen, amennyiben ilyet észlelünk a betegeken, megfelelő szakorvos segít, csak sokszor ezek elsikkadtak az eddigiekben, mert a beteg szégyelli is elmondani, hogy ő neki ilyen pszichés problémái vannak. Ezen program keretében, amelyet átváltozás programnak hívunk, arra törekszünk, hogy a betegeknek azon rejtett tünetei, amik nem láthatók a bőrön, de a betegnek úgy gondoljuk a tudományos eredmények alapján, hogy nagy valószínűséggel jelentkeznek és problémát okoznak neki, direktben rákérdezünk, és amennyiben a beteg elmondja, hogy ő neki pszichés problémái vannak, akkor megfelelő szakemberhez irányítjuk. A betegek számára az átváltozás program keretében, amennyiben a betegek ezt igénylik, pszichológust biztosítunk, és a pszichológus nagyon sokszor ezekben a problémáikban tud segíteni. Egy másik gyakori probléma a betegeknél, a betegek döntő többsége elhízott, és azt tudjuk, hogy az elhízás az részben egyéb problémákat is okoz, szív-érrendszeri betegségeket. A másik oldalról viszont az is ismert, hogy a betegség, a pikkelysömör betegségük is nehezebben kezelhető, abban az esetben, ha a beteg elhízásán nem tudunk valahogyan segíteni. Persze könnyű mondani, hogy ne egyen, de ezt tudjuk, a magyar lakosságnak is több mint fele elhízott, nem olyan egyszerű kérdés. Azért, hogy a betegeknek célzottan tudjunk segíteni e tekintetben is, táplálkozás tudományban jártas kolléganő fog segíteni, dietetikus. Betegek sportolási lehetőségei erőteljesen beszűkültek. Részben azért, mert a betegek egy részén ízületi gyulladás is jelentkezik, és az ízületi problémák miatt eléggé behatárolt, hogy milyen sporttevékenységet tudnak végezni. A sport pedig tudjuk nagyon fontos mind a szívérrendszeri betegségek kialakulása ellen, mind pedig a testsúlykontroll szempontjából nagyon fontos. Azért, hogy a betegeinknek tudjunk segíteni, hogy adott beteg, adott súlyossági fokban milyen testmozgást javasolt, ebben megint csak az eteki területen jártas szakembernek a segítségét fogjuk igénybe venni, személyi edző fog segíteni a betegeknek, hogy milyen sportot tudnak végezni. Amikor egyébként is jön a kontrollra, havonta, két havonta, három havonta jön a rendelésre, és a rendelési idő után ezt a kezelési lehetőségeket, illetve segítségeket igénybe tudja venni. Egy héten két nap mindenféleképpen a gyógytornászok és a dietetikus, illetve a pszichológus majd foglalkozik a betegekkel, de a többi napokon velem bármelyik napon tud kapcsolatba lépni, meg tudjuk beszélni az időpontokat, illetve oda tudom irányítani, amilyen segítséget szeretne kérni. Az átváltozás programhoz hasonló összetett kezelést eddig az ország két városában, Budapesten és Pécsen alkalmaztak. A pikkelysömörben szenvedők szíve sem vették igénybe a lehetőséget. Szegeden azt is tervezik, hogy a programot később a tapasztalatok és a betegek igényei szerint fogják alakítani. Vajon mi köze a mechanikus számológépeknek a tudományhoz? Hát annyi, hogy működésüknek komoly matematikai alapjai vannak. Aztán az is, hogy megjelenésükkel a bonyolult számolások annyira fölgyorsultak, ami jelentősen segítette például az építészetet. A gépek ezentúl szépek. Mai szemmel nézve is működésük szórakoztató. A világ egyik legjelentősebb gyűjteménye most az Agórában látható.
A történet és a gyűjtemény sorsa Szentesen kezdődött. Láttam, hogy ilyen régiségek ki vannak téve az esőbe, és a ócskás az azt mondta, hogy avittosítja, mert túl újnak látszik, és akkor az így nem eladható. És akkor láttam a sok kacat között ilyen mechanikus szerkentyűket, és szinte baggóért megvettem, és akkor hát beleszerettem. Kürti Sándor nem csak megvette, de meg is javította és felújította az újabb és újabb gépeket. A hobbin túl ez üzlet is volt. A régi szerkezetekhez igen olcsón hozzájutott, felújítva viszont magas áron adhatta el őket aukciókon. A pénzt pedig jótékony célra fordította. Egy ilyen 111 éves szerkentyűt kikiáltási ára 111 ezer forint volt. A Neumann János társaság vállalta fel a kiállítást. Azt mondják, ezek voltak éppen számológépek, s mivel a hagyományőrzés egyik céljuk, örömmel adtak helyt a gyűjteménynek. Tudunk helyet szorítani egy olyan időszaki kiállításnak, amely ezeket a nagyon értékes és nem informatikai eszközöket bemutatja, és azt az örömet szerzi a látogatónak, hogy jé, ilyet még én láttam is, mert azért vannak kortársak, akik még ezeket láttak, sőt esetleg használták is. Most el is hangzott, hogy még a 1990-es években is volt olyan eszköz, amelyet ezek közül használtak, miközben már interneteztünk, miközben már a információs társadalom elborított bennünket. 1880-ban készített eszköz, és azt mondják, hogy ez az utolsó két helyérték itt, ezek a dollár centeket mutatják, de ott kezdődnek a dollárok az első három feketénél, az az egyes, tízes, százas, aztán a három fehér az a ezer, tízezer, százezer, aztán jönnek a feketék, egymillió, tízmillió, százmillió, aztán az egymilliárd, és aztán a tízmilliárd. Kergetem a stresszt, tehát kell nekem, hogy adrenalinom legyen, és az is kell, hogy azt le tudjam ereszteni, és akkor ilyen kis apró pöcköcskékkel. És ez egy ilyen 15 éves folyamat, amíg összeállt egy akkora kollekció, hogy lett belőle egy ilyen teljes kiállításra való. Gondolom én, hogy egyedülálló abból a szempontból, hogy ez lépésről lépésre bemutatja azt a két irányt, és nincs több, ami a mechanikus számológépeket jellemzi. A gépek egyik típusának működési elve Pascal szorzási módszerét követi. Többjegyű számmal szorozni azt úgy lehet, hogy egy többjegyű számot mindig egy-egy helyi értékkel szorzok meg, ha emlékeznek rá az általános iskolába, és akkor egy helyi értékkel megszorzom, és aztán utána odébb állok egy kicsit. Az odébb állok egy kicsit, tehát egy helyi értékkel odébb számolok, azt itt ez a szánkó tudja megoldani. Először egyel szorzom meg a százasból az egyest, akkor a 22 ide lejött. Itt van. Most egy helyi értékkel eltolom ezt a valamit. Eltolnám ezt a valamit, egy helyi értékkel, odébb toltam. Most 20-szal szorzunk, mert azaz kettőt tekerek ezen a helyi értéken úgy. Egyet tekerek, és még egyet. És akkor az 162 lett. Most még egyet, és akkor itt meg egy, kettő, hárommal szorozom, 321-jel szoroztam meg a 22-t, tehát ezt csináltam én most. Először egyel szoroztam az egyes helyértéken, aztán kettessel a kettes helyértéken, aztán hármassal a hármas helyértéken. Magyarán 321-et szoroztam meg 22-vel, és az itt van 7062. És ez biztos, hogy ennyi, tehát nincs itt mese. Két fő típus alakult ki ezekből a számológépekből, de összesen 3600 félét gyártottak le belőlük. Most 50-60-at mutatnak be, de a fő típusok mind láthatóak. Ezek a gépek technikailag elavultak, de ma is nagyon érdekesek. Múlt héten bevittem általános iskolába, negyedikesek közé ezt, és ilyen csoportokba, szigetekbe szerveződtek, és mindenhol letettem, de másfajta gépeket. Egy pillanat alatt megértették, hogy mi a fene van, egy pillanat alatt már tudták, hogy működik, és azt, amit itt kérdeztek, például azt ők rögtön tudták, hogy hogy kell vele szorozni, hogy néz ki a Pascal-féle szorzás, amit kitaláltak, és az a, tehát felemelő volt, hogy igenis rettentően érdekes.
Ma ezeknek a gépeknek a számítási gyorsasága kicsinek tűnik, a maguk idejében azonban forradalminak számítottak. Egy ilyen kupola méretezése mondjuk a középkorban azért az 3-4 hónapig tartott, amíg megtervezték, hogy egy kupolának milyen hajlásszögűnek, milyen távolságúnak, milyen teherhordó képességnek kellett lennie, hogy a kupola az egy önhordó szerkezet, a saját súlyát megtartja, és nem omlik össze, és nem esik be az eső, hadd ne soroljam. És például egy ilyenre, amikor papír ceruzával kell csinálni, akkor 4-5 hónapon keresztül igenis számolt valaki, és állandóan ellenőrizte magát. Akkor, amikor meg ez a szerkentyű volt, akkor ez 4-5 napra, hát az óriási idő. Igen? És akkor meg ma, amikor meg a számítógép mellé leülünk, akkor lényegében ugyanabban a pillanatban, amikor a feladat meg is oldotta, tehát megint óriási az idő, de ennek az idején, ez a 100 év alatt, amíg ezek a gépek uralkodtak, annyi újítást találtak, annyi újítást fedeztek föl, hogy közben, és ezt általában mondom, hogy sokat olvastam ezekről, hogy az európaiak kitalálták az ötletet, és az amerikaiak meg ráépítették a hasznosságot, hogy hogy lehet gyorsítani. Önök a Kvantumot látták. A Szegedi Tudományosság friss híreivel legközelebb május elején jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!